Kis Judit Ágnesnek, Hály Jánosnak és Podmanicki Szilárdnak jutott idén a feladat, hogy egy éjszaka alatt írjanak meg egy egyfelvonásos színdarabot. Még pénteken sorsolták ki a Magyar Nemzet cikkei közül a Sapkák című jegyzetet, amely Cipő, a Republik énekesének korai halála kapcsán a rockzene, a filozófia témakörét is érintette. Ez alapján dolgoztak az írók. A drámákat három csapat, 6-6 színésszel és az őket segítő társszakmák képviselőivel állította színpadra. Talán megmutatja az, hogy improvizatív emberek nagyon gyors idő alatt fantasztikus dolgokra képesek. Talán megmutatta most azt, hogy a társművészek itt vannak velünk, hogy a színház az egy integráló közösség, ahova képzőművészek, fotóművészek, zenészek, koreográfusok, táncosok bejárnak, és ahol együtt alkotnak. A legjobb darab díját a zsűri, Hály János, Ázsia Víziós Dalfesztivál 2013 című művének ítélte oda. Ez egy különleges dolog, hogy három napig gürcölsz valamin, és hogy mi lesz belőle, ugye ez a kérdés, és érdekes módon lesz belőle produkció. A győztes darab a közönség és az MTVA díját is megnyerte. Az MTVA, most már azt lehet mondani, hogy évek óta támogatója a drámaíró versenynek, ezúttal is örömmel jöttünk, és ugyanazt a díjat ajánlottuk fel, amit tavaly, hogy a nyertes, a mi nyertesünk, az a művet, amit itt egy éjszaka előállított, rádiójátékra alakíthatja át, rádiójátékká alakíthatja át, és adaptálhatja a rádióra. A legjobb rendező díját Bozsik Ivett vehette át. Díjazták a legjobb színészt, színésznőt és mellékszereplőket, és idén először a háttérszakmában közreműködőket is jutalmazták.